Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Farkas András, akit úgy is ismernek, mint a nyugdíjguru megalapítóját. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nyugdíjguru. Hát nagyon sokan fordultak hozzám tanácsért még a elmúlt években, és egy foglalt volt minden egyéb név, tehát az, hogy nyugdíjszakértő.hu meg ilyenek, azok már le voltak foglalva, és egy isteni sugallatra jött, hogy akkor mi már egy nyugdíjguru, hiszen úgyis a segítségről szól az én. Amikor megszületett, és édesanyja megszülte, akkor a szülőszobán a bába azt mondja, jaj, de aranyos, olyan, mint egy nyugdíjas. Hát lehet, hogy ez volt, de nem túl valószínű. Mit tanult, hogy jutott ide? Én jogász vagyok egyébként, és a pénzügyi szektorban dolgoztam 25 évet, és az elmúlt 4 évben egyre nagyobb részt hasított ki az életemből az, hogy nyugdíj témával foglalkozzak, nem csak makroszinten, hanem valóban a mindennapi segítségnyújtás területén is. Nagyon sok ember fordult hozzám az elmúlt években, mert a nyugdíj téma az kezd azért... Mint ügyvéd is dolgozott, szakvizsgálja is van? Én csak kezdtem ügyvédi, kis ügyvéd bojtárként, aztán elcsábítottak a koltam egy darabig diplomata, és utána jöttem át a pénzügyi szektorban. Mi vár ezekre a szegény nyugdíjasokra? Csak semmi elkeserítőt nem mondom, mert nem. Már én is egy nyugdíjas vagyok. Jókedvű szeretnék lenni, főleg így a Nemzetközi Nőnap alkalmával. Hát, én is tisztelettel köszöntöm, különösen a nyugdíjas hölgyeket is, akkor nekik is külön adjunk egy tisztelet. Hát ha másért nem azért, mert felépítették ezt az országot. Igen, és ezt ők építették. A mostani nyugdíjas hölgyek gondoskodtak arról, hogy azért jó sokan legyünk. Tehát ugye a mostani Ratkó korosztály az ő... Akartam mondani, de azért ebben Ratkó Anna is besegített, mert hogy is volt a szlogen, hogy lányoknak dicsőség, asszonynak kötelesség? Igen, az mondjuk ez nem volt a szép része. Szülünk. Igen, de ez nem volt a szép része. Viszont az tény, hogy nagyon sokan születtünk, vagy születtek akkoriban, és az ő gyermekeik, az utolsó nagy létszámú magyar generáció, ez a 70-es évek derekán születtek meg a Ratkó unokák, vagy a gyes generáció, ők az utolsó nagy létszámú korosztály. Ön szerint, mint szakértő szerint, mit tudna segíteni egy ilyen újabb boom a magyar nyugdíjas, elkövetkezendő nyugdíjas társadalom. Mármint a gyermek születési boom? Hát megoldaná az összes mostani problémát, hiszen a rendszer az úgy épül föl, hogy a aktív dolgozók kereset járulékaiból kell finanszírozni a nyugdíjasoknak a nyugdíját. Na most, ha csökken az aktív dolgozóknak a száma azért, mert egyre kevesebb gyerek született az elmúlt években, ezért nagyon kevesen érnek be a munkaerőpiacra ahhoz képest, ahányan kiöregszenek belőle, csúnya szóval, ahányan elmennek nyugdíjba, mert a nyugdíjas létszám az sokkal nagyobb, mint a belépő gyermek létszám a munkaerőpiacra, ezért fölborul az egyensúly. Tehát kevesebb ember keresetéből levont járulékból kell finanszírozni sokkal több nyugdíjasnak a nyugállását. Ez a jelen pillanatban nem jelent óriási gondot. Minden elemző egyetért abban, hogy körülbelül 15-20 év van a rendszerben a mostani logika szerint, amíg finanszírozható többé-kevésbé nagyobb gondok nélkül a nyugellátás. Azt követően azonban van egy konszenzus, valahol 2037 és 2041 között rettenetesen megnehezedik már ez a finanszírozás. Úgy az egyik oka az, hogy kevesebb a fiatal és középkorú korosztályok létszáma, miközben nagyon megnő a nyugdíjas korosztályok létszáma. Ráadásul nyugdíjasként a várható élettartamunk nagyon szépen nő, hogy egy pozitív hírt is hadd mondjak. Tehát minél idősebbek vagyunk, annál tovább. Igen, ez nagyon szép. És lényeg az, hogy egyre hosszabb ideig leszünk nyugdíjasok. A híresztelések ellenére hosszan élünk nyugdíjas korban, a hölgyek átlagosan 21 évet, a férfiak meg 17 évet nyugdíjasok. Akkor tulajdonképpen ön elismeri, meg elfogadja azt az ószövetségi ajánlatot, hogy prúveru, sokasodjunk és szaporodjunk és töltsük meg a világot, vagy ha más nem a magyar hazát. Hát tulajdonképpen nyugdíj szempontból föltételül ez az egyik megoldás, hogyha maradunk a jelen rendszernél, ami ezt felosztó kirovó rendszernek vagy folyófinanszírozású rendszernek nevezzük. Ez az alapel vonatkozik arra, hogy a mindenkori aktívaknak kell megteremtenie a nyugdíjak fedezetét. De ez nem egy öröktől de ez nem egy azért csak van valami más alapel. Rendszer is, nem? Többféle rendszer is elképzelhető. Például létezhet egy ilyen gyors segély, egy Erzsébet utalvány. Ez nem rendszer. A nyugdíjrendszer az egy nagy, hatalmas a társadalomnak, ugye most már az egy hatodát.
Ez egy, természetesen nyugdíjasként mindenki fogadja el, tegye el, költse el ezt a pénzt. Ha belegondolunk, egy nyugdíjas házaspárnál ez plusz 20 ezer forint, meg még a téli rezsicsökkentés, akkor már plusz 32 ezer forint. Nagyon szép ez az összeg, de nyilván nem ettől fogja eldönteni valaki, hogy milyen legyen az ország jövője, hogy most kapott egy ilyen kis gyorssegély. Minden gyorssegély jól jön a nyugdíjasoknak, különösen a kisebb. Milyen a másik nyugdíjrendszer, amit el tud képzelni? El lehet képzelni egy olyat, ami, és ez pedzegetik sok helyütt a világban. Öngondoskodásos? Maga a nyugdíjrendszer az nem lehet öngondoskodás alapú, az öngondoskodás mindig egy kiegészítő elem, de lehet olyan alapú, hogy például egy alapnyugdíjat határoznak meg, ami alanyi jogon járna azért, mert valaki magyar állampolgár, vagy mert itt él Magyarországon, és az alapnyugdíj mellé lenne egy a mostaninál erőteljesebben megtámogatott valamilyen öngondoskodási forma, esetleg a munkáltató által is nagyobb felelősséget lehet vállalni, mint például az Egyesült Államokban vagy Németországban, ami két gyökeresen eltérő rendszer, de mindenhol a munkáltatók sokkal nagyobb felelősséget vállalnak a nyugdíjas volt munkavállalóik tekintetében is. Elképzelhető egy olyan megoldás, amikor fogyasztási adó alapján finanszírozzák a nyugdíjakat, akkor az alól nem lehet kitérni, ott nem lehet végül is elsumálkolni. De ha itt van ez a hatalmas szabadság, nincsenek határok, és így is nehéz valakinek igazolni, hogy mikor merre dolgozott, de amikor kiruccanunk és Angliába dolgozunk 3 évet, Írországba 2-t, Németországba 22-t, és Isten tudja, hogy igen, erre találta ki az Unió a úgynevezett Európai Uniós integrációs rendeleteit, ami a társadalombiztosítási rendszerek összehangolásáról szól, jó bonyolult a képlet, de nagyon egyszerűek az alapelvek. Az Európai Unió, sőt az Európai Gazdasági Térség minden tagállamában szerzett szolgálati időt egybe kell számítani, amikor a nyugdíjjogosultságokat vizsgáljuk, és amikor a nyugdíjak összegéről van szó, akkor pedig minden olyan állam, ahol megszereztem legalább a minimális feltételeket, onnan nyugdíjra vagyok jogosult. Ha pedig az egyes államok egyikében sincs önálló nyugdíjjogosultságon, például Magyarországon ugye 20 év kell a teljes nyugdíjhoz, ha az nem lenne meg, akkor az úgynevezett időarányos nyugellátást számolják ki, és akkor akár 5-6-7 országtól kapok úgynevezett proráta nyugdíjat. Tehát ez megvan oldva, sőt, egy csomó olyan állammal kapcsolatban is megoldott ez a helyzet, amelyikkel kétoldalú szociális biztonsági megállapodásai vannak az országnak. Például Amerikával. Így van, hála Istennek, ezt nagyon sokan várták. Nagyon sokan várták. Hát igen, mondjuk azzal a nyugdíjjal, amit itt kapnak, és Amerikába szeretnének abból megélni, az a... Ez inkább fordított irányú. Inkább fordított irányú. Viszont fordítva ez ragyogóan. Nagyon sok magyar él ki, így van. De tulajdonképpen velük nő a fogyasztói társadalom is. Igen, hát ők hozzájárulnak, tehát mindenki, aki nagyobb nyugdíjjal, tehát nyugati országokban összeszedett magasabb nyugdíjat itthon költ majd el, az hozzájárul a gazdasági növekedéshez, hiszen a keresleti oldalt. És ezzel akkor megdől a kereskedőknek, illetve a reklámcégeknek az a bevett szokása, hogy 50-en felül mi már nem is számítunk. Ez szerintem nagyon gyorsan változik, már ma is a világban. Több nagy világcég elkezdett 70-80-90 éves modellekkel dolgozni, köztük nagy világsztárokkal, akik már az én korosztályom sem biztos, hogy tudja, hogy kik voltak, de a maguk idejében nagy világsztárok, és ők kezdenek el nagy parfümcégek reklámjait, tessék megnézni. Már a fiatalok mellett megjelentek a nagyon szép idősek. Te maradjunk a gyógyszeriparnál, hisz a fiataloknak is fájhat a dereka, mégis idős embereknek kenegetik, és ezzel mutatják be, hogy mennyire fittek tudnak lenni. Milyen hatása lehet a nyugdíjasoknak, és most itt egy pillanatra önből egy elemző politológus csinálok, ami nem, de hát azért mégiscsak egy ügyvéd és a nyugdíjguruhúnak a kitalálója, működtetője. Mennyire fognak a nyugdíjasok elmenni ön szerint választani? Mennyire aktívak? Mennyire érdekli őket ez a mindennapi politika? Szerintem a nyugdíjasok viszonylag aktívak a többi társadalmi csoportot tekintve, legalábbis ezeket a tapasztalatokat lehetett leszűrni az előző választásokból is, viszont sokkal inkább tartják a meggyőződésüket, tehát ilyen nagyon nagy mozgást én nem láttam, vagy legalábbis nem olvastam ilyenekről, hogy aki meggyőződéses, balos vagy jobbos volt korábban, akkor az most hirtelen idős korában váltana. Tehát itt azért a óriási átszavazási hajlandóságra Argasul, szerintem... Argasul, már nincs jobb és bal oldal. Akkor mondjuk úgy, hogy A és B oldal. Mert ma már nem lehet tudni, igen, hogy mi az A és B oldal. Ön szerint akkor az elkövetkező években biztosítva van mindannyiunk nyugdíja?
Egyelőre nem kell idegesnek lenni, de mindenkinek, aki 50 évesnél fiatalabb, ha nincs valamilyen öngondoskodási terve, ami nem kell nagyon rettenetes kiadásokra gondolni, mert lehet ez például a önkéntes nyugdíjpénztári tagság, lehet olcsóbb nyugdíjbiztosítás, tehát valami, amiben hozzá tud majd nyúlni idős korába, és ezt nem kezd el építgetni minél előbb, az már nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni. És addig is a megoldás, hogy élvezzük az életet, talán vezessük be a hétfői színapot a televízióba, és akkor több időnk marad a... Úgy látom, eltetszett olvasni az erről szóló kis értekezésemet. Hát mert a gyermekek az mert a gyermek áldása, ha már nem migránsok, akkor legyen belső szaporulat. Legyen sok gyermek, így és van. Legyen sok-sok gyermekünk. Nincs is ennél gyönyörűbb ajánlat nőknapjára. Lányoknak dicsőség, asszonynak kötelesség, mondotta az idézőjelben Ratko Anna. Hazánk volt, azt hiszem, egészségügyi minisztere az 50-es években, és akkor következik a mindentől független híradónk, majd utána jövünk vissza egy gyönyörű hölgyel, Bősz Anettal, a liberálisok ügyvivőjével, majd utána, mert hogyha gyerekekről van szó, akkor itt kell, hogy legyen dr. Póta György is, a Gyermekházi Orvosok Szövetségeknek az elnöke, és utána elemezni fogjuk, hogy mi is történik Németországban, ahol lehet, hogy már hamarosan kormány is lesz, Molnár Tamás Leventével. Ez a mai kínálatunk, a híradó után jövünk vissza, tartsanak velünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, és hirdesse, hogy tényleg belső szaporulat részükség van.